Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrásén. én Pinky Attila vagyok, és a mai videóban arról fog beszélni, hogy mi a fene történt az éjszaka folyamán, ugyanis több mint ezer dollár zuhant be a Bitcoin kb. fél óra alatt, és gyűjtsük össze az okokat, mi is eredményezte ezt. Először is itt van a Silvergate ö, körüli problémák, hogy mi is ez pontosan, már is mondom. Aztán a második hír arról fog szólni, hogy ugye itt a Medgox károsultjainak új dátuma, és hogy mikor érkezhet ugye újabb bitcoin mennyiség a piacra, mondjuk eladási hullámként. Valamit itt van Gary Gensler, aki pedig azt állítja, hogy a kriptotősdék nem lehetnek minősített letétkezelők, ugye? Továbbra is megy a támadás. Nos, ezekkel összegyúrva eredményezték bizonyos értelemben, de talán az elsőira legjobban az éjszakai esést, szóval ezekről lesz szó természetesen a mai videóban, hogy abszolút frissek legyünk, valamint a mai műsor támogatója továbbra is a. Coin Cash, és ne felejtsétek el, hogy egészen március 6-áig megtehetitek azt a bizonyos ingyenes váltást, tehát a váltás díját átvállalják magukra, egészen 1 millió forintig tudsz kriptót váltani, vagy 2500 euró, ahogy éppenséggel neked tetszik, és a fontos kritérium, hogy még ne legyen regisztrált ügyfedük, vagy ha már regisztrált ügyfél vagy, akkor még ne legyen lezárt tranzakciót, akkor neked jár ez a lehetőség, tehát ha még nem vagy, és szeretném most kriptót venni, például most egy kicsit be Esett a bitcoin teljesen rád van bízva a saját döntésed, csak tudjál erről a lehetőségről. Link itt van a videó alatt. Valamint, ugye ne felejtsétek el, fontos kriptolinkek gyűjtőhelye itt szintén link a videó alatt, és a Patreon-ba is fölkerült ugye egy csomó minden. Tehát először is tudjátok mindig, ahogy valami történik, ide azonnal föltön dobni, megírtam itt a cikket azzal kapcsolatban, hogy mi történt itt az esésnél, hogy tényleg rögtön tud, hogy miről van szó. De tegnapi nap folyamán föltettem egy szerintem nagyon hasznos videót a pénznyomtatás elkerülhetetlen címmel, ugyanis fontos, hogy mindig előre dolgozunk egy kicsit. A kriptó az mindig a, a, ugye a kockázatos kategóriába tartozik, ergo az likvid, tehát ha nagyon hamar reagál a piacra, és ezért fontos tudnunk, hogy mik azok a jelek, és most nem feltétlen a következő egy-két hétről, egy-két hónapról beszélek, de hogy, hogy mik lesznek azok a jelek, amik a bitcoin malmára hajthatják a vizet, és miért, azt is elmondom ebben a videóban. Tehát mindenképpen ezeket a hasznos oktató videókat nézzétek meg a Patreon-ban, mert itt nem fér beled a hírekbe, de ott viszont folyamatosan tudom ezeket gyártani és teszem föl. Valamint, ugye ötödik Patreon találkozó. Nagyon-nagyon sokan kérdeztetek az adódással kapcsolatban az utóbbi időszakban, hiszen kijött az új képzés, amit Anita és Kornél a Crypteus részéről állított elő, de itt van a Blockchain bloom a palettáján. És sok kérdésetek van ezzel kapcsolatban. Na, a lényeg az, hogy Anitát direkt meghívtam erre a találkozóra, mert március 21-én lesz a találkozó kedden ezért bőven időben lesz. De azért ne felejt, hogy utána az már március vége szinten, április, utána május 20 már a határidő. Tehát, hogyha meg akarod kérdezni még a dolgokat, bármilyen Patreon tagságod van, mindegy, hogy te Szatosi vagy, uh, VIP vagy Platina, nagy szeretettel várlak ezen a találkozón. Most ez már az ötödik, tényleg általában egy 50 ember mindig szokott lenni, jó kajálás, lesz most akkor az előadás, kérdez lesz nyereményjáték, mindig lehet klassz kriptos dolgokat nyerni. Szóval érdemes már csak ezért is ugye eljönni, de hát ugye, mint látjátok, folyamatosan teszem fel a tartalmakat, tehát te is legyél ott a Patreonban, legyél ezekben a dolgokra mindig teljesen naprakész és képen. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos ebben a piacban. És akkor nézzük meg, hogyan is néz ki a piac, Tehát láthatjuk, hogy a bitcoin 4,4%-ot ment le az elmúlt 24 órában, 22371 dolláron jelen pillanatban, aztán Ethereum 4 és felett, nagyon hasonlóan mozog egyébként a bitcoinhoz az Ethereum az utóbbi időszakban, 1567 dolláron, ha megnézzük pedig a nyerteseket vannak, azért például az SSV Network 10%-ot, Euron Finance 7%, majd IOS egyébként szintén 7 ment felfelé. A vesztesek között viszont a DYDX 14-et esett, Terra Classic 12-t, Conflux 12-t, itt azért több vesztes is van. Mm, ha megnézzük itt a gyertyacsártot, ez az azért tűnik ilyen rémisztőnek most, mert kicsit belemagyítottam a sok kedvéért, ugye, mert ez a 15 perces, amit itt látok. de azért nagyítottam ennyire rá, hogy lássuk ezt a fél órás, háromnegyed órás időszakot kb. amikor egészen ugye 23.400-ról lement ide 22.000 alá egy milliméterrel, tehát pont, pont csak úgy benézett, azóta pedig itt ez történik. A mai napon, tudjátok, másik dolog, Patreonban jön minden héten egy kivesézős heti elemzés, TradingView, blokkláncadatok, és itt tovább. Szóval ott még mélyebben ebben bele tudunk menni. Most pedig akkor majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy mik lehetnek itt. Hát természetesen e, itt a különböző szintek, tehát látjátok megint azért érdemes bejelölni mindig ezeket a támaszpontokat, ellenállási pontokat, mert abból lehet kindulni, hogy megint ez a, a kanóc egészen odáig nézett le. Mm, aztán utána Persze, itt vannak a következők, lehet, hogy egyébként ezt egy kicsit. Igen, ez picit még lehetne. Ez valahogy elcsúszott szerintem, ez nem itt volt. Talán. Picit. De mindegy, igazából ö, ezek mindig ilyen támasz és ellenállás pontok, de a lényeg az, hogy ez körülbelül, tehát ne centire nézzétek, látta, hogy itt is nem ért pontosan teljesen hozzá, de a körülbelül dolgokat segíti, hogyha én személy szerint valamihez állítok valamit, éppenséggel vásárolni akarok vagy eladni, a vásárlatot mindig fölé szoktam állítani, az eladás még mindig az alá, mert tudja fene, hogy éppenséggel milyen szinten éri el, töri át, ha meg bőven áttöri, akkor meg lehet, hogy a következő állomás van. Szóval most kivárás, természetesen ha bármi van, akkor dobom föl az infrókat azonnal, ahogy szoktam. E, jó. És akkor nézz, ja még, még a másik dolog, ugye likvidálások. Tehát nézzétek meg, hogy ez történt itt az elmúlt ugye, 12 órában. Tehát a longok, long pozíciók likvidálódtak, és ilyenkor mindig az van, hogy az újabb és újabb esésben megy át, mert ugye ezek a tőkeáttétes dolgok puf, 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 egymás után egymásban nyílnak, és viszik lefelé az árfolyamat. Ez mindig olyankor, amikor megindul valami a, egy lavina a lejtőn, hát nem olyan könnyen tud megállni. Tehát lehet át, hogy sokan abba hittek, hogy most longolni kell, és fölfele és fölfele, azok most mondjuk azt, hogy nem jártak jól. <coughs> De nagyon vigyázzatok, ezért mondom, hogy akik tényleg több prók, meg minden, csinálják a tők át, tehát, mert tudják, hogy mit néznek be vannak toplosok, tudják, hogy mit kell figyelni. De a kriptósok többsége, aki e, igazából nem, nem rendelkezik e, több éves rutinnal, nem tudja, hogy e, hogyan működnek ezek a csártok, miket kell figyelni, azok általában kapzsi módon nagyon nagyon szoktak bukni a tőke jó? Tehát nem azt mondom, hogy tőke senkinek, nem, 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 csak az, aki tudja, mit csinál. De azok, akik csak úgy most próbálkoznak, hogy na most nagyon megszedem magam, azok azok meg mindig idő kérdése, és elbukják. Lehet, hogy lesz egy sikeres, de nincs stratégia, nem tudják, hogy mihez viszonyítsanak, hogyan csinálják, hogyan állítsák be a dolgokat megfelelően, abból bukta van előbb-utóbb. Oké, okay, most pedig akkor jöjjön az első hír. Szerintem az egyik fő ok, ami okozta ezt a beesést, ez pedig a Silvergate-hez köthető. A Silvergate bank egy igazán meghatározó a kriptópiazban, már csak azért is, mert az egyik nagy amerikai bank, ami ugye több kriptó kriptócéggel is kapcsolatban van. És bizony ö, rossz hírek az ő részéről. Mégpedig az éves jelentésének a határideje ugye most volt Szerdán, és ezt ő elmulasztotta beadni, ezt a bizonyos éves 10K Financial Report. Van még 15 napja, de valahol azt nyilatkozták, hogy lehet, hogy addig is fognak ugye igazából elkészülni. <kül> Ezzel ugye lehet tudni, hogy a, ezt a, a banki szektort kriptos szemszögből ugye eléggé figyelik a szabályzók, és pontosan ezért kihívások előtt van a Silvergate Bank. Pontosan ezért azt is mondták, hogy igazából az elvárt ne ugye kevésbé vannak valószínűsítve tőkésítve, és kicsit újra kell gondolni a működésüket. Na most ennek a hírnek hatására a bezuhant első körben 50%-ot ugye, pontosabban ez összefügg, majd mindjárt mondom tovább, a Silvergate-nek a részvényei több mint 50 ot estek, de a másik, ami ugye ez hozzájárult, az az, hogy itt vannak a nagy szereplők ugye a kriptópiacban, amik mind ügyfelei a Silvergate-nek, tehát a lista Coinbase, Circle, Paxos, Crypto.com, Bitstamp, vagy Galaxy, Gemini, és akkor még biztosan még több is. A lényeg az, hogy ők mind azt mondták, hogy felfüggesztik az együtt, az a üzleti együttműködést a bankkal. És ez bizony nagyon, ugye, hát lehet látni, hogy 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 rosszul érintette a kriptópiacot, mert mondom, mint bank, ugye egy meghatározó szereplő a kriptópiacon, nézzétek meg a, az ügyfeleket, és úgy néz ki, hogy most gondom vannak, nem igazán tudják, hogy a jövőben hogyan fog ez így jól tovább működni, azért ne felejtsük el, hogy ők alapból buktak egy nagyot a FTX-nél ott szintén vesztettek egy adagot, és hát ugye a lényeg az, hogy most, most gondjaik voltak, és, és nem is tudták beadni ezt az éves fontos jelentést, ezt el kellett egyszerűen most halasztani, és lehet, hogy még az új határidőre sem lesz meg, és akkor nyilván indulnak majd a vizsgálódások náluk, amik mind, mind ugye ki tudja milyen gondokat fognak okozni, akár likviditásukban, ezért most fel is függesztették ezek a, a partnerek velük a, a viszonyt, és ahogy látjuk, hogy azért ezek elég fontosak. Ez részben szerintem egy, egyik fő ok, ami eredményezhette most ezt az esést. Aztán a másik, ami szintén történt, az pedig a hoz köthető, és ugye ez a bizonyos kártérítéssel kapcsolatos procedúrában az újabb fejlemények. Ugye itt is mindig jönnek az újabb hírek, már, már múlt ősszel is az volt, hogy már kifizetik őket, és akkor hoppá, de jó lesz, és akkor ráömlik a bitcoin a piacra, és ez bezuhantatja az árat, az kis pánikot kell, tehát aztán kiderült, hogy mégsem eszek ilyen forró a kását, nincs is erről igazából még szó, ugyanis többen írták azok közül, hogy gyerekek még nem is kaptunk semmilyen értesítést, mert a károsultak, nem, hogy mi itt már itt fölvegyük a, a, a pénzt. Aztán ugye itt volt a határidő, január 10-re volt, ugye a regisztrációra, de ugye ezt két hónappal kitolták viszont, tehát itt van március 10, ami után indulhatna akár ez a kártérítés, és mert beléptünk a márciusba, ugye ez mindenképpen egy közeli dátumnak tűnik, és akkor itt azt mondta az a japán csőd gondok, hogy szeptember 30-ára tűzte ki a törlesztési határidőt, tehát hogy addig bezárólag kell ezt megvalósítani. És ez ugye mindig itt van ez a rettegés, hogy akkor wow, egy csomó kripto-bitcoin fog ömleni a piacra. Bitcoin. És ugye mivel fizetik őket? Hát van választás bitcoin, vagy készpénz, vagy bitcoin cash. Egyébként például a két legnagyobb ilyen Medgox hitelezőknek ők tartoznak, ők mindketten a bitcoin alapú kifizetést választották. És akkor ott van a kérdőjel, ugye ez már nagyjából egy ilyen egy évtizedes történet, és már nagyon sokan, tehát csomóan levontak már arra a azért persze-persze várják, hogy ugye megkapják ezt a, a, a jussukat, ami nekik jár. És hát mit csinálnak vele? Tehát megutálták ezt az egész bitcoin dolgot, és gyerekek zsebeljük ki belőle a pénzt, amíg lehet, aztán én leléptem, elegem van ebből, vagy azt mondják, hogy nem, meg fogom ezt tartani, mert most aztán látjuk, hogy az elmúlt tíz évben azért a bitcoin itt maradt velünk, nem is volt olyan rossz döntés, hogy akkor én beleszálltam. Ezek a kérdőjelek, és ezért nem lehet tudni, hogy akár e, térítésből ugye e, szétosztott bitcoin sorsa mi lesz, ráöntik a piacra, és akkor van ez a félelem, innentől kezdve ez is egyébként bejtette a piacot. Aztán megyünk tovább, mert Gary Genslernek is kellett mondani valamit, mindig mond valami klasszat. Most pedig azt, hogy maguk a kriptovaluta váltók, ugye nem lehet őket minősített letétkezelőként kezelni, nevezni. Na, erről beszélek mindjárt. Gary Gensler ugye akcióban van most már egy ideje, próbálja itt a, a, a kriptó kripto elleni támadásait bevetni folyamatosan, és itt az a baranyköpése, ezúttal pedig arra ment rá, hogy ugye a kriptó tűzsdék nem lehetnek minősített letétkezelők, és itt ő azt mondta, hogy az, hogy a kriptó kereskedési platform minősített letétkezőnek vallja magát, még nem azt jelenti, hogy az is. Üm. Igen. És itt most itt a nagy kérdőjel, igazából nem kell extra mélységekig belemenni ebbe a hírbe, hiszen ez egy, egy mondattal ki lehet nagyjából fejezni, mi történik. Tehát azt lehet látni, hogy ugye a Gary Gensler ugye ott van a Krakennél, ment a Krakennel szemben, ugye ott a sztékedési program megszüntetése, akkor itt a Binance-nél a Paxos, mint a BUSD kibocsátója, hogy annak a betiltása. Egyik a másik után ott a Coinbase-szel is van a problémája, de a Coinbase ugye belállt éppenséggel a dologba. A minden esetre azt lehet látni, hogy ami centralizált, ami megfogható, szabályozható, valakire rámutatod, tudok, az ellen Gary Genszer most úgymond felveszi a kesztyűt az SEC-vel. Aztán, hogy mi lesz ebből, hm, ezt nem lehet tudni, de egy biztos, hogy ez bizonytalanságot eredményez a piacon, és ami bizonytalanság van, addig kérdőrek vannak, addig nincs fölélegzés, és addig nem tudunk nagyon úgy elindulni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek a közeljövőben, a következő hetekben, hónapokban újabb és újabb lendületek, kilövések, de hogy a 2023-as év is tudjuk, hogy most nem fog belemenni a makrokörnyezetbe, ami egy nagyon fontos tényező, és nagyon, sokat, nagyon sokban kihat a kriptóra, is ugye befolyásolja ezt a 23-as évet, de maga, ami a kripton kriptón belül történik, mert itt most például ilyen nem történt, ez most nem volt gond az S&P 500 al itt most a, a bitcoin eset, pontosan ezért, meg hát az egész kriptópiac, mert most kripton belül történtek ezek a dolgok. Na, és akkor igazából a kérdez fellek rovatot is megnézhetjük gyorsan, bár szerintem, na mindjárt jövök. Szóval azt hiszem, hogy a kérdésfelelekben ugye bátran írhatok, de szerintem a, ahelyett, hogy itt írkáltatok volna a tegnapi este folyamán, egy csomóan elmentek, és én is ott voltam a Kripto Akadémiának az ötödik születésnapján, 8. kerületben a Grundon ünnepelték meg, és szerintem most itt nem is jött semmi olyan, ami úgy kéne, itt csak inkább egy-két ilyen hozzászólás, vagy like, most annyira nem mentünk ebbe bele. És itt tényleg egy klassz volt, nagyon sok ö, kripto is tudtak ott találkozni, jó volt veletek beszélgető, olyanok is többen oda jöttek, aki ugye nyilván mind a két csatornát egyébként nézik, vagy a többieket, de ott volt a Make It count Gábor, ott volt Lassika is, Bitcointos Jankó is előadott, természetesen a Kripto Akadémiának utána ott voltak a tagjai, Simko Gábor. Szóval sok-sok olyan ember, aki a kriptóról hírt szokott adni, itt a Youtube-on, vagy éppenséggel a TikTokon, vagy más social felületeken, és ezek mindig mindig jó ö, események, amikor lehet valakivel személyesen találkozni, ezért is szeretem én is ezeket a, a, a Patreon találkozókat, és ezért ne is felejtsétek el, hogy kell, tehát lehet jelentkezni, de van hatá, ö, idő mi ez? Határidő, csak kimondom, előbb jutott eszembe angolul, szóval ö, ez nem más, mint ö, március 10 Hetedike. Jó? Addig mindenképpen adjátok le a jelentkezést, mert lista lesz, és csak aki a listán van, az tud oda bejönni, és csak az a feltétel, hogy Patreon tag legyél bármilyen tagsággal. De ez is egy újabb rendezvény, ahol lehet találkozni, és ez nagyon fontos, a visszajelzésekből az jön folyamatosan, hogy oké, oké, hogy ott vannak ezek a Telegram, Discord csatornák, de az nem az, mint amikor élőben beszélgetünk egymással. Ö, szóval ezek, ezek kellenek, hogy egymásban tartsuk, ezekben az inséges időkben, ugye, egy kicsit a az erőt, és, és, és jók szoktak ezek lenni. A tegnapi szerintem egy ilyen volt, szóval szuper, hogy sokatokkal tudtam ott találkozni. Na jó, köszönöm szépen akkor a figyelmet, még mennek ki ma short videók természetesen, a hétvége folyamán is jönnek, érdekes dolgok, ha bármi fontos történik, azonnal dobom föl, ugye, a Patreonba is, és ilyen hosszabb videóval akkor hétfőn jövök ismételten, mindenkinek szép hétvégét kívánok, sziasztok!